9. fejezet Kinyilatkoztatás A szeplőtelen fogantatás története szépen elmondja, hogyan alkalmazzuk egy barát képzeletbeli hangját ahhoz, hogy magunkba vésünk egy vágyott állapotot. Isten egy angyalt küldött Máriához, hogy bejelentse fiának születését. Az angyal ezt mondta. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme, fogaz méhetben, és fiút szülsz. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki. A szent lélek szár reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged. Ezért a születendőt is szennek nevezik majd, Isten fiának. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Lukács egy37. Évszázadok óta mesélik ezt a történetet a világ minden táján, de azt nem mondják el, hogy ez a történet az emberről íródott, így nem jutott el hozzá az az üzenet, amit átadni hivatott. A történet az a technikát tárja fel, amelyel egy elképzelés, vagyis az ige fizikai formában megjeleníthető. Istenben kicsírázott egy elképzelés, kigondolt egy gondolatot, egy fiút, más valaki segédlete nélkül, majd elhelyezte Mária méhében egy angyal segítségével, aki közölte vele a hírt, és megtermékenyítette az elképzeléssel. Annál egyszerűbb módszert még nem jegyeztek le a tudatosság megtermékenyítésére, mint ami a szeplőtelen fogantatás történetében található. A Teremtés emed drámájának négy szereplője van: az Atya, a Fiú, Mária és az Angyal. Az Atya a tudatosságodat szimbolizálja, a Fiú a vágyadat, Mária a befogadó szellemi beállítottságot, az angyal pedig a megtermékenyítéshez, az impresszió bevéséséhez, vagyis a tudatot átitatásához használt technikát. A dráma következőképpen bontakozik ki. Isten kigondol egy elképzelést mások közben járása nélkül. Vagyis meghatározod a célodat, egyértelműsíted a bátyadat mások segítsége és javaslata nélkül. Ezután az atya kiválasztja azt az angyalt, aki leginkább képes átadni az üzenetet Máriának. Tehát kiválasztod azt a szemét, rokont, barátot, aki őszintén örülne annak, hogy tanulja lehet a vágyat beteljesülésének. Ezután Mária az angyalon keresztül megtudja, hogy már teherbe esett egy fiúval, egy férfi segítsége nélkül. Előfeltételezed a fogékony szellemi beállítottságot, azaz fülesz, és elképzeled, hogy hallod az ismerősöd hangját, amint közli veled, amit hallani akarsz. Képzeld el, hogy hallod, amint örvendezve azt mondja, hogy már az vagy, ami lenni szeretnél, vagy birtoklod, amire vágysz. Maradj ebben a befogadó állapotban addig, míg nem érzed az izgalmat a csodálatos hír halatán. Ezután pedig tégy úgy, mint Mária, menj a dolgodra, és ne beszélj a vágyatról senkinek, tarts titokban önmagad szeplőtelen megtermékenyítését, közben pedig tudd, hogy amikor eljön az ideje, ki fogod fejezni ezt az impressziót. A vágyakozó tudatosság az atya, amely létrehozza a magot, vagyis a gondolatot. Az egyértelműen megfogalmazott, tisztázott vágy nem más, mint a tökéletesen megalkotott mag, az egyszülött fiú. Ez a mag ezután az atyától, a vágyakozó tudatállapottól, az anyához, a vágyott dolog birtoklásának tudatállapotához kerül. Ez a tudatváltás egy angyal, vagyis a képzeletedben megjelenített barátod hangja által valósul meg, amint közli veled, hogy már elérted a célodat. Egy angyal, Azaz egy barát hangjának használata az impresszió bevéséséhez, az önmegtermékenyítés legrövidebb, legbiztonságosabb és legbiztosabb módja. Képzeld el, hogy hallod a barátod hangját, amint azt mondja, mennyire szerencsés vagy, amiért teljes mértékben teljesült a vágyad. Ebben a befogadó mentális állapotban megkapod az angyal üzenetét, bevésődik tudatosságodba annak impressziója, hogy már az vagy, ami lenni szeretnél, hogy már megvan, amit birtokolni kívánsz. Amikor a képzeletbeli hír hallatán eláraszt az örömérzése, az a fogantatás pillanata. Ez az a pillanat, amikor megtermékenyíted önmagad, amikor valóban úgy érzed, hogy már megvan, amire vágysz. Amikor végzel a vizualizációval és kiemelkez ebből a szubjektív élményből, Máriahoz hasonlóan te is tudni fogod, megváltozott gondolkodásmódodból eredően, hogy te erbe estél egy gyermekkel, azaz rögzítettél egy meghatározott szubjektív állapotot, ami a maga idejében megnyilvánul, és tárgyi formát ölt. Ez a könyv abból a célból íródott, hogy megmutassa, miként érheted el a céljaidat. Alkalmazza benne kifejtett elvet, és senki sem akadályozhat meg vágyaid megvalósításában. A kilencedik, azaz a Szabadság mindenkinek című könyv utolsó fejezetéhez értünk. Ha tetszett a videó, kérlek írt kommentbe, hogy köszönöm, és oszd meg a videót másokkal is.